A MOB elnöke és tiszteletbeli elnöke is olimpiát akar Budapesten. A kampányoló főpolgármester jelöltek viszont nem tartják reálisnak az ötletet. Kell-e, lehet-e, érdemes-e budapesti olimpiában gondolkodni? A hivatalban lévő főpolgármester szerint 2014-ben az önkormányzati választási kampányban, amikor a városnak rengeteg megoldandó problémája van, nem értelmes dolog vitát nyitni egy 10 évvel későbbi olimpiáról. Szalai Berzevici Attila a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyha valaki még emlékszik rá, mindenki emlékszik rá, akkor ültünk mi már együtt egy sajtótájékoztatón. Hát 2005 lehetett az, amikor a budapesti olimpiai mozgalom megalakult. Azóta sok minden történt, például volt gazdasági világválság, és a BOM átalakult, most már nem a budapesti olimpiai mozgalom, hanem gyakorlatilag a sportolókat támogató alapítványá. De hogyha visszamegyünk az időben, akkor, amikor még komolyan elindult a mozgalom, és komolyan részesei voltunk mindketten, akkor készült egy tanulmány is arról, hogy mennyibe kerülne, és mit kellene megvalósítani. Ahhoz képest mi minden változott? Hát sok minden változott, mind a világ, mind a hazai gazdaságban. De nem, és csak negatív irányban. Nem csak negatív irányban, és nyilván ezért merült fel a MOB részéről ez az ügy, amely talán nem is annyira meglepetés, hogyha figyelembe vesszük az Orbán kormánynak mindazt a sportinfrastruktúra fejlesztését, mind pedig a sport stratégiába fektetett pénzmennyiséget, plusz ide vesszük az úszó Európa bajnokság elnyerését és a 2020-as labdarúgó Európa bajnokság megpályázását. Szóval szépen épült a történet, úgyhogy ennek fényében nem meglepetés az, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy érdemes elővenni ezt a témát. Való igaz, hogy ez a megvalósíthatósági tanulmány, amit 2006-ban készítettünk el a PricewaterhouseCoopers-szel, a sok pontban hát érvényét vesztette, de azért a legtöbb rész az levonva a gazdasági válsággal kapcsolatos tapasztalatokat érvényes. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a tanulmányt, a gazdasági megvalósíthatósági részt, ezt aktualizáljuk, hogy mindenki pontosan tisztában lásson, hogy milyen hatása van annak a költségvetés politikának, amit a kormány diktál, mit hoz az a 9000 milliárd forint, amiről ugye Barrosóval írták alá a szerződést a múlt héten, és mi az, ami a utóhasznosítás szempontjából fontos, ha veszük a sok sportlétesítményt. Olyan nagyon fontos kulcsmondatok vannak, és hát mind a ketten tudjuk, hogy a politikusok szeretnek a kulcsmondatok között kutatni, és ami számukra éppen kedves, éppen választási időszak van, vagy nincs, akkor azt a kedves mondatot kiragadni. Először is 2002-ben minket arra kértek, hogy merjünk nagyot álmodni. Most ez a minket, tehát az egész országot. Ugye akkor merült fel először politikai szempontból a Fidesz részéről az olimpia gondolata. Aztán 2003-ban ez az nagy álom, ez már el is múlt. A PricewaterhouseCoopers-nek a tanulmány az is már egy aktualizált tanulmány volt, és egy olyan hát durván 5000 milliárd forintos beruházásokról szólt. Ja. Meg, ami az 5000 milliárd, erről már ugye beszéltünk, hogy azóta annyi minden megvalósult, már beruházás szempontjából, de ami az akkori 2006-os számításban a legfontosabb kulcsmondat volt szerintem, az a folyamatos évi 4%-os GDP emelkedés. Na ez eddig se volt meg, most sincs meg. Tehát itt már, hogyha ez nincs meg, akkor lehet, hogy ez a magja, és akkor már ne is álmodjunk tovább. Meg volt még egy megállapítása az euró bevezetése kapcsolatban. Igen. Így van. Ezeket felül kell vizsgálni. Azért, mert a világ ma már nem tud olyan növekedési pályán, főleg én most itt a fejlett Nyugat-Európát, az Európai Uniót értem ez alatt, nincs olyan növekedési pálya előtte, mint a válság előtt volt, amikor egy hitelboom által finanszírozott növekedésről volt szó. Tehát ezt meg kell vizsgálni, hogy ez hogy hatna Budapestre, Magyarországra. Az euró kulcsmondat volt azért, mert akkor abban láttuk 2005-2006-ban a biztosítékot arra, hogy egy költségvetési fegyelmet valami ránk kényszerít. Sok mindenben lehet kritizálni az Orbán kormány gazdaságpolitikáját, de azt nem mondhatjuk, hogy elengedte a költségvetési hiányt.
Tehát ma az euró bevezetése nyilván egy teljesen más kérdés, tanulva az euróválság időszakából, ma sokkal óvatosabbak a tagállamok, nem csak azért, mert maga a struktúra bevezetése egy görög példát tud elénk hozni, hogyha túl korán vezetjük be felkészületlenül, akkor mit tud okozni a gazdaságnak, de most már azt is tudjuk, hogy milyen kötelezettséggel jár egy országra, hogyha az euró övezet tagállama lesz. A görög példa most ez esetben kétszeresen is negatív példa előttünk, az athéni olimpia, illetve az euró túl hamar bevezetése. Igen, ez fontos tisztázni, mert az interneten köröznek ezek a szomorú fényképek, igen, és nekem is sokan elküldik, hogy ez lesz Budapestből is. Hát ezzel kapcsolatban egy nagyon fontos mondandóm van. Azok a fényképek, azok egy olyan válság sújtotta országban készültek, egyébként nagyon jó hatást keltően, amelyek nem az olimpia miatt jutottak oda, ahova, hanem Görögország egy versenyképtelen helyzetben, egy rossz struktúrában, egy rossz gazdaságpolitikával, egy nagyon-nagyon nagyvonalú nyugdíjrendszerrel húzta magára az euró bevezetését. Ezzel föladta az önálló monetáris politikát, amivel kiegyensúlyozhatta volna az anomáliákat, és így lassan eljutott az államcsőd szélére. Egy államcsődben levő, hát szélére gyakorlatilag technikai államcsőd után jött ez is. Ha az államcsődben van egy ország, akkor nem csoda, hogy nem az infrastruktúrájának a fenntartására költi a pénzt. Tehát nekünk nem Görögországot kell magunk előtt, mint jó példát vagy rossz példát látni, nyilván tanulni kell azokból a tapasztalatokból, hanem sokkal inkább Barcelonát vagy Londont ezt kell követni, onnan nem jönnek ilyen fényképek. Tehát itt mondjuk lehetne az álmot úgy megálmodnunk, hogy nem muszáj csak a rémálomra gondolni, mert vannak szép álmok is emellett. Összegezve, és változatlanul a 2006-os tanulmányra, mert más nem készítetett ilyen aktuális tanulmányt, mint a budapesti olimpiai mozgalom. Tehát, hogy összegezve, 4%-os folyamatos gazdasági növekedésünk nem volt azóta se, és nincs jelenleg se. Na most azért közelítünk. Hát legalábbis a legutóbbi szám, ugye ez 3,9. Az már közelített, de hát azért 2006-hoz képest ezek az évek hiányoznak a gazdaságból, annak a teljesítményéből. Az 5000 milliárdot azt nem tudom, hogy most nézzük-e egyáltalán, hogy az 5000 az hány ezer milliárd lenne, de nézzük ugye, hogy euró céldátum, bevezetési céldátumunk sincsen. Mindezek ismeretében megvalósítható még? Érdemes ezen gondolkodni, hogy Budapest olimpiát rendezzen? Az a mennyiségű fejlesztési munka és eredmény, amit elért az ország, elsősorban az Európai Unióból lehívott fejlesztési pénzekből. És itt most nem csak a sportinfrastruktúrát kell figyelembe venni, hanem mindent, így van persze. Mindent. Ezek kivonhatók a 2006-os megvalósíthatósági tanulmányból, mert azóta ugye 8 év eltelt, tehát ezeket a pénzeket fejlesztésre költettük. Én azt gondolom, hogy figyelembe véve mindaz az érzelmi kötődés, ami Magyarországot hozzá kapcsolja az olimpiai játékokhoz, hogy ott milyen szerepet játszanak a magyar sportolók. Azt gondolom, hogy egy valamit nem tehetünk, hogy az olimpia ügyét egy demagóg módon, egy legyintéssel lesöpörjük az asztalról, és azt mondjuk, hogy ez hülyeség. Azt gondolom, hogy ez az ügy van olyan fontos, és nem csak sportszakmailag, hanem sokkal inkább közlekedés és városfejlesztésileg, és akkor nem beszéltem az országos infrastruktúrális fejlesztésekről, hogy ezt meg kell vizsgálnunk pontosabban, mert nem véletlenül, hogy 84 óta azért nagyon nagy a tolongás az olimpia megrendezésére. Tehát ez az ügy jelentős annyira és fontos annyira, hogy ne ítélkezzünk csak olyan egyszerűen a számok és a részletek ismerete nélkül. Hát ezeket kellene először megismerni, közben még eszembe jutott, hogy mi az, ami azóta nincs. Sorba vettük, hogy mi az, ami van, meg nincs. Hát például a légitársaságunk, mert hogy nemzeti légitársaságunk. És ami nagyon fontos, azt hadd tegyem hozzá, ami nekem a legnagyobb fájdalom, hogy még mindig nincs összekötve Ferihegy a belvárossal megfelelő módon, se gyorsforgalmilag, se pedig vasútilag. Igen, ismerjük ezt a problémát is. Köszönöm szépen, hogy köszönöm itt volt. Köszönöm szépen.